Csön kellett följönni. Hát nem mondom, hogy nem szaltam be, mert nem így van, de azért csak följöttem. Ez viszont lefele is le kell majd valahogy menni. Ott egy oroszfálcán. Hát majd éppen azért nézzük meg itt is milyen helyzet. Igen, itt volt annyiként a Paternoster lift. Vagyis hát nem, a Paternoster nem itt volt, mert annak ugye két aknaja van egymás mellett. Ez itt egy vizes blokk volt. Ki egyik szükség esetén használja a WC-t. Hát, köszi. Használjuk. Közben a telefon az már kezdi megadni magát, úgyhogy felraktam külső aksira tölteni. Úgyhogy reméljük, hogy gyorsabban tölti, mint ahogy merül. Itt is valami hatalmas nagy bálterem van, de itt is voltak közfalak. De ide magasabban vagyunk. Megmutatom a kilátást. Ott a Duna. Innen már jól látszik ott a Duna. Abba az épületben voltunk először. Mert azt majd lehet, hogy úgy fogom felrakni, hogy külön videóban. De innen legalább jól rá lehet látni a környékre. Ide viszont biztos, hogy sokan nem jönnek föl, mert ez tényleg veszélyes, mert nem tudom, hogy lefele is hogy fogok menni. De ha már följöttem, akkor valahogy le is kell menni. Igen, meg most már arra is emlékszem, hogy tavaly jártam itt. Valamikor augusztus közepe táján. Úgy. És akkor, amikor megláttam azt a lépcsőt, akkor mondtam, hogy ezt most nem vállalom be, mert ilyen két nappal a talonykerülő nohabos különvonat és három vagy négy nappal a szlovéniai nyaralás előtt nem lett volna jó ómen egy lábtörés, valami, hogy honnan leesek. Hát mondjuk az most se. Igazából soha nem ilyen jól, mert most se hiányozna. Na csak. Fasz nyúl. Hát ez kurva jó. Erre fénykép is lesz. Fasz nyúl. 20-kor. És itt át lehet menni a másik helyiségbe is, de most még nem fogok egyre, majd még följebb is fogok mászni. És kimegyek a tetőre, hogyha persze nyilván, hogyha úgy gondolom, hogy nem biztonságos, még ennyire sem, mint eddig, akkor hagyom, de a kilátásra kíváncsi vagyok onnan. És most van nálam teleobjektív is. Már a kályhacsövet nem hoztam el azt a nagyot. Lehet, hogy azt is kellett volna. Csak azt mi nem találtam meg ebben a nagy kupiban, ami most nálam van így. De a parkettás cserés lakás felújítás után. Idő kell, mire a rendes kerékvágásba visszaáll minden.
graffiti. És innen még jobban rá lehet látni a vasútra. Igazából nagyon más nézni való itt nincs is. Vigyük minden. Az a baj, hogy innen van. Egy emeletet már jöttünk is felfele. Na, utána meg ilyen valami. Jönni jön, csak most nem ezen a vágányon, hanem a másik alatt. Ott kint. Az a Fradi és Kelenföld között, ami van. Mondjuk itt vigyázni kell, mert... Tényleg ugye ez egy nagyon régóta elhagyottan álló épület. Ki tudja itt még mi... Lehetnek itt rejtett aknák. Ez is valami csempézett helység volt. Ez pedig itt WC. Valószínűleg ez volt a férfi WC, és itt voltak a piszoárok. A másik, ahol az előbb jártunk, az meg a női. Egy WC deszka meg is maradt az utókornak. Hoppá. Meg egy luk. Basz meg. Faszom itt Conchita. Ó, Isten, akkor. Akkor mi nem vagyunk itt. Conchita itt van, akkor mi nem vagyunk itt. Basz meg, nagyon nagy. Recseg ropog, de szerintem ez csak a törvelék. Nem a födém. Legalábbis bízzuk benne, hogy így van. Ez a másik lépcső, ez még nem tűnik olyan rossznak. És valószínűleg szerintem amúgy két részletbe fogom ezt a videót föltenni, mert külön azt a házat, mert sőt lehet, hogy egyébként is itt a több felé fogom vágni emeletenként, mert itt túl hosszú lesz egybe. Most nem biztos, hogy érdemes állandóan ilyen videókat föltenni, mert azoknak mindig kisebb a nézettség, a videókat azokat könnyebben megnézik. Majd egyszerre fogom nyilván lerendelni, meg megvágni, mert azt tart a legtovább. Tédiszonyosok, most lenézzék a videót. Mert ez mindig csak egy szinten jött el följebb. Szerintem van még felettünk három.
hiszem itt már voltunk. Innen talán a belső udvar is jobban átláthatóbb. Aha, mert ott egy szinten, tehát elálljál még ugye ott is végig-végig lehetett járni, itt viszont már van ez a szint, ahol most vagyok. Egy, kettő, három, és ott a tető. Ugye egy szinten följebb, első szint akkor így meg lenne. Még van három, ezen kívül három szint van. De ugye meg is mutatjuk, hogy itt van a lépcső mögöttem. Ez itt lehet fölmenni.